A közel két évtizede megrendezett első regélő versenyen is képviseltették magukat a kézdivásárhelyi iskolák, és hagyományá vált, hogy a kárpátaljai Viskről is érkeznek mesemondók a megmérettetésre. Idén 6 testvértelepülésről érkezett mesemondó mérte össze tudását a paksi és a környékbeli iskolákban tanuló diákokkal. A tyúkszemüleány hoztam el, és nekem ez a mese tetszett, és gondoltam, hogy elhozom. Tudod, amit édes lelkem? Én egy kicsit tűre rákötök, egy kicsit szélnás. Mikor jön a levél, és mi kezdték beszélgetni, társalkodni, te egyszer csak hajolj le a célna mentén, s vedd fel a tücské, és mi mondja, ne édesanyám, tűt kaptam a földön. Az idei regélőn Népes Mezőny kérte a zsűri véleményét két korcsoportban, alsó és felső tagozatosként. 39 jelentkező érkezett Paksváros általános iskoláiból, illetve a környék általános iskoláiból, és Kézdivásárhelyről, illetve Viskről érkeztek még gyerekek. 5 perces mesékkel készültek a mai mesemondó versenyre, ami egyébként már a 17. alkalommal kerül megrendezésre. A Tengerici általános iskolából érkezett Pámer Attila tréfás meséjével elnyerte a zsűri és a szülőkből, pedagógusokból álló közönség tetszését is. Az alsó tagozatosok versenyében az ő produkciója kapta a legtöbb szavazatot, így megszerezte a 11. első helyezetnek járó oklevelét is. Mint azt elmesélte, szereti a meséket, és a tanítónénie készítette fel, aki a következő iránymutatással engedte el Attilát a regélő mesemondó versenyre. Szépen hangsúlyozva, és azt, hogy skifia tud nappali világosságban aludni, azt nem szabad felkapni. Az alsó tagozatosok közül második helyezett Tóth Flóra Gerjeni, harmadik pedig Bonda Botond kézdivásárhelyi diák lett. A felsősök közül Széles Evelin Viski mesélő előadását értékelte legjobbnak a Kovács Maria mesemondó által vezetett zsűri. Másodikként Racskó Esztert, a paksi Rákóczi diákját, harmadikként pedig Fér Laura Deákos tanulót köszöntötték. Külön díjat vehetett át Vidák Amanda, Tell Réka, Rudolf Eszter és Vidákovics Elián.